A Dunaújváros harmadik mérkőzésén már a harmadik kapus kezdett. Rigó László és a Haladás ellen nyolcat kapó Cseresnyi és Alex után ezúttal az elnyűhetetlen Revelan Zoltán kapott esélyt. De volt más változás is a Dunafernél. Mindig az edző a legerősebb csapatot próbálja a pályára küldeni. Ez fog történni a mai nap folyamán, és sajnos Németh Péter a tegnapi edzésen sérülést szenvedett, rá nem tudunk számítani, így akkor mondhatjuk, hogy nem a legerősebb keretünkkel készülünk, de a srácok mindent meg fognak tenni, hogy minél közelebb legyünk a Berettyóújfaluhoz. A Berettyóújfalu az elmúlt három idegenbeli mérkőzésén nem tudott győzni. Legutóbb Debrecenben x-elt a Mezei Vill. Nem a legjobb meccsünk volt a Deac elleni, egy nehezebb héten vagyunk túl, most viszont már próbáljuk összeszedni magunkat és megvalósítani az elképzeléseinket, máshogy akarunk játszani, mint a legutóbbi mérkőzésünkön. Ahogy az várható volt, a sárga-piros mezes vendégek többször is próbára tették Revelandot. Ám a 14. percben egy megindulásból mégis a Dunafer vezetett Friedrich Dávid góljával. Az ellenfelét beszorító Berettyó ugyan közel járt az egyenlítéshez, de a félidő utolsó pillanatában Klacsák Bence megduplázta a hazaiak vezetését. Érett a meglepetés. Nagyon kellett, hogy az edző felrázzon minket a félidőbe, és második félidőbe egy másik csapat jött ki, és jobban játszottunk a másik félidőbe. A keletiek egy héttel korábban két gólos hátrányból is kiegyenlítettek, és ez most sem volt másként. Friedrich piros lapját követően Nagy Imre látványos lövéssel szépített, 7,5 perccel a vége előtt pedig Diész egalizált. A légiós ezzel második bajnok ilyen is betalált. De ahogy a Deac ellen, úgy itt is 3-2-re vezetett Sergio Cabreráik ellenfele a hajrában. Az akció végén Horváth Benedek passzírozta be az első újvárosi találatát. Számítottunk rá, hogy valószínűleg a védekezésen lesz a hangsúly az egész mérkőzésen. Ezt találtuk ki taktikának, hogy félpályán belül fogunk zónázni. Ez úgy tűnt, az egész mérkőzésen ült, abban nagyon sok kontrák, most is nem rúgtuk be a helyzeteket, és el tudom mondani, hogy ezen a mérkőzésen csúsztunk, másztunk egymásért, ez volt a titka annak, hogy a Berettyót meg tudtuk szorongatni. 35 perc elteltével Diésze ismét egyenlített, de egyre kézzelfoghatóbbnak tűnt Fehér Zsoltéknak a bravúr. Ám 1 perc 45 másodperccel a záró Dudaszó előtt jött Rábl János gyönyörű gólja. A Deac ellen Rábl 5 másodperccel a vége előtt egyenlített, most pedig a 4-3-as Berettyó sikert szállította. Itt már Reveland is tehetetlen volt. Nem véletlenül váltottunk kapus pozícióba. A múlt héten volt ezzel problémánk. Nagyon-nagyon jól szállt be és nagyon-nagyon jól dolgozott. Bárcsak mindenki ilyen jól dolgozott volna mai nap folyamán, akkor biztos, hogy itthon tudtuk volna tartani a 3 pontot. We can win the matches because in the last year we won the championship. Csak azért nem fogunk nyerni, mert mi lettünk tavaly a bajnokok, és ott a mezen a klub címer, győztünk, de nem játszottunk jól. Az elmúlt 3 meccsen nem ment jól a játék, de a második fél időre megváltozott a hozzáállásunk, és ezért tudtunk változtatni az eredményen. We changed the score. A címvédő a következő fordulóban a Ferencvárost, míg a Dunafer a Deacot fogadja.